amely századok múltán sem veszít tökéletességéből és tisztaságából. 1848. március 15-én az első kokárdáktól a nemzeti dalon át a 12 pontig minden a magyarság összetartozását és szabadságvágyát hirdette. Azóta pedig a napnak a fénye épp úgy meghatározza életünket, ahogy bevilágította az egymástól való elszakítottság és a diktatúra legsötétebb évtizedeit is. Reményt adott, amikor az új tavaszra váró magyarság pincékben, padlásokon, széna alatt vagy téglarakásokban őrizte nemzetünk piros-fehér-zöld zászlaját, és bebizonyította, hogy amikor kiállunk egymásért és vált-válnak vetve küzdünk közös céljainkért, akkor nincsen számunkra lehetetlen. Ma ismét eljött az idő, amikor együtt kell megvédenünk szabadságunkat és ezer éves kultúránkat. Mert mi, magyarok, ma sem kívánunk mást, mint hogy közösen ünnepelhessük hőseinket, és olyan világot építhessünk magunknak, amelyben szabadon használhatjuk nyelvünket, és büszkén mondhatjuk el, hogy akárcsak őseink, mi is az erő, a hűség és a jövőbe vetett reménység színében akarunk élni a Kárpát-medencében. Engedjék meg, hogy az 1848-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján tisztelettel köszöntsem Önöket, és azt kívánjam, még sok száz évig zengjen Beregszászól Újvidékig és Dunaszerdahelytől Csíkszeredáig, hogy éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Budapest 2018. március 15. tisztelettel Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.